Idegenrendészeti feladat az egyik standnál. A szituáció szerint egy gyanús külföldi elmondja, milyen útvonalon indult el Magyarországra, hogyan érkezett. Itt a határ átlépő új lenyomatát is ellenőrizniük kellett a versenyzőknek. Miután elolvasták a meghallgatási jegyzőkönyvet a versenyzők, az alapján el van készítve egy új nyomatlap, és az új nyomatlapon ki kell választani, hogy melyik a helyes, illetve melyik a helytelen, annak megfelelően, ami a meghallgatási jegyzőkönyvben áll. Fontos ugyanis, hogy a schengeni szabályoknak megfelelően tudjanak eljárni a határrendészek. Ilyen például egy autó hivatalos átvizsgálása. Itt most a gyorsaság is fontos volt. Úgy érzitek, hogy kész, szóljatok. Ebből az autóból végül egy pisztoly is előkerült. Az országos határrendészeti versenyre 17 csapat érkezett az ország minden tájáról, olyan megyékből is, amelyeknek ugyan nincs határa, de mélységi migrációs ellenőrzést ott is végeznek. Összesen 70-en mérték össze tudásukat. Megtisztelő volt a felkérés, hogy az 5. határrendészeti járőversenyt megyénk rendezheti. A legfőbb célja az, hogy az állományt, ismereteit karbantartani, felkészíteni az új jogszabályi kihívásokra, és hát olyan szituációs feladatokban mérik meg a tudásukat, önmagukat, amelyekkel nap mint nap határellenőrzés során, útlevélkezelés során találkoznak. A határrendészeti versenyen volt közlekedéstechnikai gyakorlat. A sofőröknek szűk bóják között kellett végigmenniük a kijelölt pályán. A résztvevők lövészetben is összemérték tudásukat.